Üdvözöllek benneteket! Mai leckénkben olyan négyszögek területével ismerkedünk meg, melyek átlóik, merőlegesek egymásra. Már az eddigiek folyamán is megismerkedtünk ilyen négyszögekkel, amelyeknek vagy az átlóik, vagy nem konvex négyszögek esetén az átlagok hordozó egyenesei merőlegesek egymásra. Ismételjük vissza őket, az egyik ilyen nagyon jellegzetes négyszög a négyzet. Tulajdonságainál felsoroltuk, hogy az átlók merőlegesek egymásra. A négyzet területét már számoltuk, mégpedig az A-szor A képlettel. Másik nagyon jellegzetes, ilyen típusú négyszög a rombusz. A rombusz tulajdonságainál úgy szintén felsoroltuk, hogy az átlói merőlegesek egymásra. Területére úgy szintén tanultunk már képletet, A-szor H. És még egy nagyon jellegzetes négyszög, ez pedig a deltoid. A deltoidnál is tanultuk, hogy az átlók merőlegesek egymásra. A mai leckében megtanulunk egy újabb képletet, mely segítségével az összes itt látható négyszög területét ki tudjuk számítani. Kiindulásként vegyünk egy ABCD négyszöget, melyeknek az átlói merőlegesek egymásra. Jelöljük meg az átlókat, az egyik legyen D1, a másik pedig D2. Mint ahogy más esetekben is a négyszöget két-három szögre bontottuk, ezt tesszük most is. Legyen ez az elválasztó átló a BD átló. Így a teljes négyszögnek a területét fölírhatjuk, mint az egyik háromszög területe, ez a BCD háromszög, plusz a másik háromszög területe, ez pedig az ABD háromszög. A háromszög területéről tanultuk, hogy alapszor magasság per 2. Ha az alapot vesztük a BD átlónak, akkor láthatjuk, hogy mindkét esetben szükségünk lesz a magasságunkra is, amely a másik átlónak egy bizonyos része. Legyen az egyik háromszög magassága x, míg a másik háromszög magassága y. Ezek alapján írjuk föl a két háromszög területét. A BCD háromszög területe alapszor magasság per 2, tehát D1 szer x per 2. A másik háromszög, az ABD háromszög területe, alapszor magasság per 2, tehát D1 szer y per 2. A keresett négyszög területét úgy kapjuk meg, hogy a két háromszög területét összeadjuk. Az összeadásnál vegyük észre, hogy a D1 per 2 mind a két esetben szerepel. A disztributív tulajdonság alapján ezt külön is hozhatom, és zárójelben megmarad az x plusz y összeg. Nézzük, mi is ez az x plusz y? Ez valójában a másik átló, vagyis a D2 átló. Így, ha most a zárójeles részt D2-vel helyettesítem, megkapjuk, hogy a négyszög területe D1 szer D2 per 2. Ezek alapján az eddig tanult ilyen négyszögek, melyeknek az átlói merőlegesek egymásra, kiszámíthatók mind, amellett, hogy már tanultunk képletet rá, kiszámíthatók az átlók segítségével. Elmondhatjuk tehát, hogy ezeknek a négyszögeknek a területe egyenlő lesz az átlók szorzatának a felével. Figyeljünk arra, hogy a négyzet esetében a két átló megegyezik. Tehát nincs szükség D1 szer D2-re, használhatjuk a D szer D szorzatot. Miután megismerkedtünk a négyszög területével, illetve területének képletével, nézzünk akkor most néhány feladatot, ahol alkalmazni tudjuk ezeket a képleteket. Az első feladatunkban egy négyszögnek a területét kell kiszámítanunk, nagyon fontos feltétel, melynek átlói merőlegesek egymásra, és ha hosszuk 3 méter 50 cm, illetve 28 deciméter 8 cm. Vázlatoljuk le a kis négyszögünket D1-D2 merőleges átlókkal, és írjuk ki az adatokat. Az egyik átló 3 méter 50 cm, a másik átló 28 deciméter 8 cm. A területet kell kiszámítani, azelőtt már tanultunk képletet a terület kiszámítására, viszont mielőtt hozzáfognánk a számoláshoz, vegyük észre, hogy a mértékegységek nem egységesek. Az egyik átló egyrészt méterben, másrészt centiméterben van kifejezve, míg a másik átló deciméterben és centiméterben. Mindkét átlót könnyen át tudjuk alakítani, hogy csak centiméterben legyenek megadva. Nézzük, hogyan.
A D1 átló esetében a 3 méter, tudjuk, hogy 1 méterben 100 cm van, tehát a 3 méter az 3x100 cm, plusz a már meglévő 50 cm, az együttesen 350 cm. A D2 átló esetében 1 deciméter az 10 cm, a 28x10 az 280, és még ha 8-at hozzáadjuk, az 288 cm. Ezek után hozzáfoghatunk a terület számításához. Nézzük a képletünket. D1-szer D2 per 2. Helyettesítsünk be. Az egyik átló 350, a másik átló 288 cm, és per 2. Vegyük észre, hogy tudunk egyszerűsíteni. Ajánlatos nem azzal egyszerűsíteni, ami nullára végződik, tehát inkább a 288-at leegyszerűsítem 2-vel, marad 144. A dolgunk már csak annyi, hogy a két számot összeszorozzuk. A végére hagyom a 350-et a nulla miatt, tehát a 144-et valójában csak 35-tel fogom megszorozni. Nézzük az irányt, én most ebben a szorzatban az 5-össel indulok. 5x4 az 20, leírom a nullát, maradt a 2, 5x4 az 20, meg 2, 22, írom a 2-t, maradt a 2, és 5x1 az 5, meg 2 az 7. Most haladok balra, szorzom a 3-mal. 3x4 az 12, írom a 2-t, maradt az 1. 3x4 12, meg 1 az 13, írom a 3-at, maradt az 1, és 3x1 az 3, meg 1 az 4. Ha ezt most összeadom, 5040-et kapok, a nullát a végéről csak lemásolom, hiszen azzal nem kellett külön szorozni, és meg is kaptuk, hogy a területünk 50.400 négyzetcentiméter. Ha a kapott területet szeretnénk négyzet deciméterre átalakítani, el kell osztani 100-zal, vagyis a tizedes vesztőt két helyen mozgatom balra, így azt kapjuk, hogy a területünk 504 négyzet deciméter. Vagy pedig, ha még szeretnénk négyzetméterben kifejezni, akkor további osztással 100-zal megkapjuk, hogy az adott terület 5,4 négyzetméter. Következő feladatunkban négyzet területét kell, hogy kiszámoljuk. A átlójának hossza 4 méter és 2 milliméter. Az eddigi feladatunkban a négyzet területét az A szóra a képlettel használtuk. Láthatjuk viszont, most nem tudjuk az A oldalt, viszont tudjuk az átlóját, ami 4 méter és 2 milliméter. Ahhoz, hogy a területet kiszámoljuk, először is rendeznünk kell az átlónak a hosszát. Kifejezhetjük méterekben, de kifejezhetjük milliméterekben is. Nézzük először, hogyha milliméterben szeretnénk kifejezni. A méter ezerszerese a milliméternek, tehát a 4 méter az 4x1000, plusz még a 2 milliméter az 4002 milliméter. Abban az esetben, ha méterbe szeretnénk kifejezni, a 4 méter mellé a 2 millimétert el kell osztani 1000-rel. Tudjuk, hogy a tizedes vesztőt ilyenkor három helyjel mozgatjuk balra, a hiányzó részeket nullával töltjük ki, és megkaphatjuk, hogy az 4,2 ezred méter. Választhatunk, hogy melyik mértékegységben számolunk tovább, mindenféleképp érdemesebb az egész számokkal folytatni. Így teszem én is. Így akkor a területem D-szer D per 2. Behelyettesítünk, 4002 szorozva 4002, tehát a milliméteres verziót használom tovább. Lehet egyszerűsíteni. Akár melyik 4002-est, ha leegyszerűsítjük 2-vel, az eredmény 2001. Össze kell szorozni a két számot. 4002-t szorozzuk meg 2001-jel. Itt most mindenféleképp érdemes az 1-essel indulni, hiszen ez a szorzat már itt található. Majd a folytatásban két nulla van, azaz csak két nullát leírom, nem kell különbeszorozni az egész sort, és csak a kettessel való szorzatot kell, hogy elvégezzem, 4002-t, ha megszorozok 2-vel, az 8004. E két sort most összeadom, és a kapott eredményt, tehát 8.800.002, le is írhatom, ennyi lesz a területünk, vigyázzat, négyzetmilliméterben, hiszen most az oldal, illetve az átló hossza milliméterben volt adott. Ha ezt a területet szeretném más mértékegységbe kifejezni, a négyzetmilliméter után következik a négyzetcentiméter. Osszuk el ezt a számot 100-zal, és megkapjuk a négyzetcentiméterben adott területet.
Ha továbbosztjuk 100-zal, megkapjuk négyzet deciméterben, majd ha továbbosztjuk 100-zal, megkapjuk négyzet méterben ugyanennek a négyzetnek a területét.